Következő népszerű dalt még a 70-es években tanultam szerb diákoktól az akvinkumi táborban. Később derült ki, hogy a verse Petőfitől ered. Káplán Szofia szerint ez a dal Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című versének folklorizálódott változata. Jovan Jovanovics Zmáj, ismert szerb költő, példaképének tekintette Petőfit, s jó pár versét le is fordította szerbre, amelyek azután a nép ajkán dalok formájában éltek tovább. Nem véletlen, hogy Vujicic előadóként nem érte be operaénekessel, hanem egy népszerű slágerénekest választott, harangozó Terit, aki közelebb állt a népi éneklés régi zenei stílusához. Vujicic
Tihamér maga is szívesen vállalkozott dalai eléneklésére.